Hát ez igazán megtisztelő, ez a videó, köszönöm. Igen, elég nagy poén volt, amit itt műveltem, de tényleg félreértettem. És ha félreértek valamit, akkor ez teljesen. Igen, mindig ilyen csendes videókat készítek, ezért. Ezért valami zenét is próbálok keríteni itt a nagy csöndben. De sosincs olyan zene, amit mindig szívesen hallgatnék, de hát most azért nem csak. Komoly, legyen komoly zene. Legyen csúnya komoly zene. Zoe Keating, vagy ki az. Talán szól is. Igen, ez mindig eszembe van egy-két dolog, amit mondanék, de igazából rohadt tudjuk megvágni a videót, azért ezért sokat fogok gondolkozni csöndben, és mindenképp kérdezek, hogy gondolkodom. Persze már választ nem fogok megkapni. Mivel is akartam kezdeni? Hogy a vlogjaiddal kapcsolatban például iszonyatosan jó, hogy csinálod, bár nekem nincs, vagy túlzásom nincs időm. Tehát azt vettem észre, hogy csak azt látom, hogy úristen, mennyi vlogot készítesz, és már én nem bírom az iramot. Ezért ilyen 2-3 naponta így, na nézzük, mit csinált B-blogger. Kicsit halkítok a zenét. De mindegy, szóval van egy csomó videó, amit még nem láttam tőled szerintem. Vagy lehet, hogy csak pár, most nem tudom, mennyi van fönt. Azokat meg fogom nézni, még lehet, hogy videóválaszt is fogok ráküldeni, hogyha már ennyire belemelegettem általad. Ugyanis ez egy ilyen kölcsönös dolog, hogy érzem. Hogy élvezem ezt a hülyeséget, ezt a webkamerás játékot. És milyen vicces, hogy még ilyen félreértés is történt, de mindegy. Ja igen, ez a tisztelet. Hát igen, megtiszteli a tiszteletadásod. Aminek következtében én elkezdek gondolkozni, hogy mire is ez a nagy tisztelet. És ha ezen elkezdek gondolkozni, akkor magamon kezdek el gondolkozni, és ha magamon kezdek el gondolkozni, akkor viszont... Akkor arról beszélek, hogy akkor úgy néz ki, hogy lezáródik ez a vlog csevely, ami mérföldkő az ország történetében. És akkor marad az előretekintés. Az előretekintés a részemről ezen. Már volt róla szó, hogy ilyen, hogy fél évig eltűnünk. Ez a fél éves eltűnés, ez mit akar? Erről szívesen beszélek, csak azért beszélek. Ugyanis most írom forgatókönyvet, nem szoktam forgatókönyvet írni, vagy csak nagyon vázlatosan. Viszont a következő produkció az nagyon megkívánja, hogy részletes legyen. Sajnos, ami nagyon ki van találva, az sokszor nagyon szar tud lenni. A spontaneitásban sokkal nagyobb erő van. Természetesen úgy írom, vagy úgy próbálom meg összehozni a dolgokat, a társaimmal együtt, barátaimmal együtt, hogy minél több játék téma legyen. Egy filmes táborban csinálunk filmet, Duna Section, egy hónap múlva. Tehát egy hónapon van, hogy összeadjam magam. Hogy teljesen képbe legyek a saját gondolataimat illetően. Csinálunk egy filmet, egy sci-fi filmet. Ami nem csak sci-fi elemekből fog állni. Sci-fi elemek teljesen minimális Tehát a sci-fi világ ez így természetesen nagyon minimálban lesz, már nincs pénzünk, tehát minimum költséggel csináljuk a filmet.
És ez a sci-fi világ, ez találkozni fog ilyen home videós felvételekkel. Én imádom a home videót, ezért is biztos csinálom ezt a vlogos hülyeséget, mert ennél nagyobb élvezet nincsen. És ennek a két világnak a találkozásából fog jó esetben megszületni valami harmadik jelentés a nézéseiben. Mint ahogy talán történt születés a néző fejében, aki végignézte a vlog sorozatot, ezt az Only Suckers, de tehát, hogy megpróbálunk játszani ezen a home videós dokumentarista feelinggel, úgyhogy egyszerre legyen tényleg szimpla dokumentáció, és a szimpla dokumentációból el tudjunk igazkodni valamennyire, amikor hogy. Fikció irányába, úgyhogy megmaradunk a home videós anyagnál. Most a sci-fi jelenetek azok más videókamerával is készülnek, az stilizált világ lesz, megpróbálunk egy érzéki világot létrehozni, tehát úgy érzéki, hogy az ilyen finom legyen és törékeny, és mégis van nagy teret mutató, vagy nagy térbenyomását keltő, tehát nem tudom, tehát megteremteni a sci-fi világnak a hangulatát. És hogyha ez sikerülni fog ez a film, akkor azért lesz erőm csinálni majd itt valamit a YouTube-on. Ha nem sikerül, akkor meg azért. Úgyhogy lehet, hogy akkor igen, később találkozunk fél év múlva, és hát örültem ennek a óriási interaktív párbeszédhez. Viszlát!